Még ebben az évben befejeződnek a 4-es főút melletti hűtőház munkálatai Újfehértón. Ezzel együtt a helyi termelők raktározási és hűtési gondjai is megoldódnak. Az 510 millió forintból kivitelezett épületben 4 hűtőkamra, 3 tárolóhelyiség, szociális és rakodótér is helyet kapott. 1130 négyzetméter a ingatlan és az épület alapterülete, ezen belül 7 kamra lesz, ami első körben még úgy volt, hogy mind a 7 hűtőkamra lesz, de aztán sajnos a források ezt nem tették lehetővé, úgyhogy 4 hűtőkamra lesz, illetve 3 raktárhelyiség, és lesz egy hatalmas manipulátortér, itt ahol állunk, ez egy manipulátortér. Szociális helyiségek vannak az ingatlanon, egy komoly udvari rész is van, tehát egy nagyon impozáns épület lesz, ha elkészült december közepén. A hűtőházban bármely olyan termény hűthető vagy raktározható, amely Újfehértó környékén megterem. Mivel a településen nagy hagyománya van a mezőgazdasági termelésnek, így arra számítanak, hogy a kihasználtság folyamatos lesz. Gyakorlatilag a hűtőházban bármely olyan terményt vagy terméket el tudunk raktározni, hogy el tudnak majd a bérlők raktározni, amely a környéken megterem. Ugye Újfehértó egy agrártelepülés, itt nagyon nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termelésnek. Már voltak is érdeklődők a helyi gazdák körében, akik kérdezték, hogy mikor készül már el ez a beruházás, hisz vannak, akiknek hűtési raktározási gondjaik vannak, ezeken igyekszünk majd segíteni. Itt a környéken ugye az alma városa vagyunk, különböző zöldségeket termelnek elég nagy területen. Bízunk benne, hogy meg tudjuk találni ezt a lehetőséget, és fontosnak tartom azt elmondani, hogy a pályázatban vállaltuk azt, hogy a helyi termelőknek nagyon-nagyon kedvezményesen, akár ingyenesen is biztosítsunk majd lehetőséget a hűtésre, ami a mostani megemelkedett rezsiárak mellett úgy gondolom nagy segítség lesz számukra. A projekt még ebben az évben zárul, így várhatóan a 2024-es évtől már elérhetőek lesznek a hűtőház szolgáltatásai.